A kutyák egyedülállóan jól alkalmazkodtak az emberekhez, és ebben fontos szerepe van a kommunikációnak. Érzékenyek az ember tekintetének irányára, ami segít eldönteni, hogy az üzenet nekik szól-e. Ugyanakkor a kutyák nem egyforma mértékben hajlamosak a szemkontaktus kialakítására. Az ELTE etológusai pont ezt vizsgálták. Korábban is megfigyelték már, hogy például rövidfejű és hosszúfejű kutyák különböznek egymástól abban, hogy mennyire sikeresen követik az emberi mutatást, illetve kivetített képekre is a rövidebb fejű kutyák hosszabb ideig figyeltek, mint a hosszúfejűek, és kíváncsiak voltunk, hogy megfigyelhető ez a szemkontaktus kialakításban is, hogy esetleg a rövidebb fejű kutyák majd hajlamosabbak, gyorsabbak lesznek a szemkontaktus kialakításában egy idegen emberrel, mint a hosszúfejű társaik. A kutatás során a fejforma mellett vizsgáltuk még a kutyák fajta funkcióját is. Ez alatt azt a feladatot szoktuk érteni, amire eredetileg ki lett tenyésztve az adott fajta. Valamint figyelembe vettük a kutyák korát is, illetve azt, hogy, mint említettem már, hogy az idegennel mennyire szívesen lépnek interakcióba. A kutatás több részből állt, ezeket be is mutatták nekünk a gyakorlatban. Amikor megérkeztek a kutyák hozzánk a tanszékre, akkor először bementek a laborba a gazdával, és ott találkoztak először a kísérletvezetővel. Mivel hogy idegennel mértük fel a szemkontaktus létesítést, kíváncsiak voltunk arra, hogy úgy egyébként mennyire érdeklődnek egy idegen ember iránt a kutyák. Tehát a laborban találkoztak először, belépett a kísérletvezető, a kutya még pórázon volt, a kísérletvezető az megállt póráztávolságon kívül, és megnéztük, hogy a kutya az megközelíti-e a kísérletvezetőt. Hogyha ez megtörtént, akkor a kísérletvezető lehajolt, kicsit megsimogatta a kutyát. Hogyha nem közelítette meg, akkor legugolt, hívogatta magához. Hogyha ekkor sem ment oda a kutya, akkor a kísérletvezető nem közelítette meg, tehát nem volt muszáj a kutyának interakcióba lépnie. Hogyha ez a tesztrész lezajlott, akkor pedig két játékot ajánlott a kísérletvezető a kutyának, egy labdát és egy zsinort, és megnézte, hogy valamelyikkel szívesen játszik-e a kutya. Miután felmértük ezt, hogy mennyire érdeklődik az idegen iránt, ezután volt a szemkontaktus tesztrész, ami egy nagyon egyszerű teszt volt, annyi történt, hogy a gazdát leültettük egy székre, megkértük, hogy legyen szótlan és mozdulatlan, a kísérletvezető beállt a labor közepére, és magához hívta a kutyát, dobott neki egy falat virslit, majd mértük ezután, hogy mennyi idő telik el a szemkontaktus kialakításáig. A kísérletvezető is szótlan és mozdulatlan volt, csak várta, hogy a kutya szemkontaktust alakítson ki. Hogyha ez megtörtént, akkor dobott egy újabb virslit a kutyának, és tovább várt. A kísérlet során összesen 130 kutyát vizsgáltak. A kutyák fejméretét is lemérték, hogy milyen hosszú és széles, mert ez is kapcsolatban áll a látásukkal. A boxer, a bulldog és általában a rövidorrú kutyák a retinájuk felépítése miatt élesebben látnak a látóterük középpontjában. Ezért feltételezték, hogy könnyebben létesítenek szemkontaktust az emberrel. Ezzel szemben a hosszú orrú kutyák, mint az agarak, széles panorámaképet látnak, mert az információt feldolgozó idegsejtek egyenletesebben oszlanak el a retinájukon. Annak oka, hogy a rövidebb fejű kutyák gyorsabban veszik fel a szemkontaktust, lehet egyrészt az, hogy a szemük felépítése másmilyen, tehát hogy jobban tudják a kommunikációs partnerre koncentrálni a figyelmüket, de nem szabad elfelejteni azt, hogy az embereknek preferenciája van a babaséma jellemzőire, tehát a gömbölyedett arc, nagy szeme, és a rövidebb fejű kutyák arca, fejformája hordozza ezeket a jellegeket. Tehát az emberekben annyira erős ez a preferencia, hogy még az olyan tárgyakra is hosszabb ideig figyelnek, amik ezeket a jellemzőket hordozzák. Tehát előfordulhat az, hogy a rövidebb fejű kutyák gazdái és a többi ember is esetleg többet figyel ezekre a kutyákra, többet foglalkozik velük, többször néz rájuk, tehát több lehetőségük lehet esetleg megtanulni a szemkontaktus kialakítást egy idegen emberrel is. Az eredmények azt mutatják, hogy minél rövidebb, minél gömbölyűbb fejű egy kutya, annál gyorsabban alakítja ki a szemkontaktust a kísérletvezetővel. Megfigyeltük a fajta funkció hatását is. Itt a kutyákat három csoportba soroltuk. Volt az úgynevezett vizuálisan együttműködő fajta, akik egy olyan munkára lettek szelektálva, ahol folyamatos vizuális kapcsolatban kell lenniük az emberrel, például a juhászkutyák ilyenek. Voltak a nem együttműködő fajták, mint például a szánhúzó kutyák, akik a munkájuk során a hajtó előtt futva nem tudnak a hajtónak a vizuális jelzéseire figyelni, és ez nem azt jelenti, hogy ők nem működnének együtt a hajtóval és az emberrel, csak akusztikus jelzéseket kell ehhez leadni. Illetve a harmadik csoport a keverék kutyák csoportja volt, akik meg semmilyen feladatra nem szelektáltak korábban,
És azt figyeltük meg, hogy a vizuálisan együttműködő kutyák gyorsabban alakítják ki a szemkontaktust, mint a nem együttműködő kutyák, viszont ami minket is meglepett, hogy a keverék kutyák nem különböztek a kooperatív kutyáknak, az együttműködő kutyáknak a csoportjától. A kutatás szerint tehát számos tényező hat egyszerre a kutya és az ember kommunikációjára, mely új megvilágításba helyezi a rövidorrú kutyákról szerzett tudásunkat is.